Na, szép jó estét kívánok mindenkinek, egy kicsit most nagyon sürgősen fogom elmondani azokat az infókat, amire gondoltunk. Én bízom benne, hogy Hajdú Gábor képviselő is tud majd csatlakozni. Néhány információ, ami nagyon fontosnak tartunk a népszámlás ügyében, és amit behirdettünk, elnézést a késésért. Azt gondolom én, hogy kis közösségnek nagy ereje van, de csak akkor, hogyha ez számokban is mérhető, ezt tudok elmondtam, tudják önök nagyon jól. Politikában is a súlyt szavazatban mérik, és úgy tud megmutatkozni a közösségnek az ereje. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy amiért ugye arról volt, hogy beszélgessünk a háttérről, tehát a stratégiai mutatók szempontjából nagyon fontos a végigvaló kitöltése a népszámláláson a kérdőinek, hiszen az elkövetkező 10 évre meghatározza a mindenkori kormánypolitikának az alapozását, a döntéseit. Ma többek között például elmondta Csek Attila is, úr is, hogy az, hogy az RMDSZ mennyi pénzt tud elhozni Hargita megyében, az az elmúlt évek statisztikai adatai mentén meghozott politikai egyesség és kormányzati döntésnek lesz az eredménye. Úgyhogy ilyen szempontból tényleg nagyon fontos az, hogy ne higgyünk a rémhíreknek. Ma este erről fogunk beszélgetni, az a kérdésem, osszák meg ezt a videót. Gábortól még kérek 2 percet, hogy ameddig még így ülve vagyok, tudjam hamar elmondani azokat a válaszokat, amit önök feltettek. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy segítettek, hogy gyűjtsük össze a rémhíreket, illetve azokat a kérdéseket, amire tisztázunk, mert még van néhány nap a népszámlálás tekintetében, látják jó, Hargita megye 4. Tehát azt jelenti, nagyon erős közösségi összefogásban, igenis a népszámlálás tekintetében tudunk haladni előre. És nagyon fontos, újra elmondom, a jogosítványoknak, tehát az, hogy nyelvhasználat, iskolák, egyetemek, egyházak, kulturális intézményeknek milyen jogosultságai lesznek, azt itt tudjuk megbeszélni, tehát itt tudjuk érvényesíteni. Közben akkor, ha itt még nincs itt Gábor, látom, hogy 2 jelentkeztek. Elnézést, hamar elmondom, ami van. Közben megpróbálom önöket is becsatlakoztatni, hogyha gondolják. Egyszer most Zsuzsanna van itt, aki egyik elsőként jelentkezett. És nagyon fontos az, hogy ugye van az a tévhit, illetve különböző döntéseknél is, hogy megfogyatkoztunk, kevesebb a szülés, stb. Nagy az elvándorlás, nem biztos ez így van. Kell lássuk a teljes folyamatot, és a létszámunk tekintetében nagyon fontos, hogy most tényleg legyünk megszámlálva. Másképp itt vagyok én most Frankfurtba, Milánóból jövök, ahol az Európai Kutatási, egyik kutatási központ van, és pont arról beszélgettünk, hogy milyen épületeket, tűzbiztonság, földrengés és mindenféle energiahatékonyság szempontjából milyen legújabb kutatások vannak, amire lehetne eredményessé tenni a dolgokat. És hát mindjárt felkerüljek a repülőre, úgyhogy néhány dolgot hamar elmondani, közben várom Hajdú Gábor képviselőt is. Úgyhogy nagyon fontos a népszámlálás, aki még nem tette meg az önkéntes számlálást, az vegyen részt. Nagyon fontos az, hogy ha segítenek a kitöltő kollégák a kitöltési pontoknál, akkor 10 perc alatt ezt el lehet végezni. És a legbiztosabb népszámlálási biztosok mi magunk vagyunk, ha mi töltjük ki. Tehát ha mi saját magunk a családtagjaink ügyében is kitöltjük a népszámlálási kérdőívet. Sokan azt láttuk, hogy várják a számlálóbiztosokat, ne várják. 400-500 háztartást kell majd meglátogassanak a számlálóbiztosok. Tudom, sokan azt is mondják, hogy na, a számlálóbiztosok nem tudom, kapnak 7 lájt vagy 10 lájt, vagy mit tudom, mennyi pénzt egy, és akkor azért ne számítsunk erre. Tehát most tényleg ne ezért a 10 lájakért bukjuk el a számarányunkat, ne ezért a 10 lájakért menjünk be az 1 milliós szám alá. Tehát én arra kérek mindenkit, azokat is, akik képesek befolyásolni a lakosságot, képesek meggyőzni, hogy ne erre menjünk rá.
nincs annyi népszámlálási biztos, nincs annyi eszköz, hogyha 50% fölé nem tudunk menni, akkor nehéz lesz befejezni nyári két hónap alatt a népszámlálást. Egy olyan nyár, amikor nincsen semmilyen megszorító intézkedés, és ilyen szempontból ne várják, hogy majd jön valaki kopogtat, hanem önök menjenek és tegyék meg ezt a kötelességet. És megnő az alulszámlálásnak a veszélye, ami azt jelenti, hogy nem lesz nemzetisége, nem lesz vallása, egy csomó mindent nem tudunk. És nagyon fontos, hogy a konzultációk mentén, amik voltak az elmúlt időszakban, közben a megjelent Hajdú Gábor kollégám is, csak nem kék a gomb, tehát nem tudom még hozzáadni. Tehát én engedélyeztem, hogy jöjjenek. Na, valami gond van, az a kérdésem, Gábor, még próbáljad, mert mikor nyomnám meg, akkor megy el a funkció. Megkérlek újra, jó? Ez így jól van. Akkor a két konzultáció is volt, és köszönöm szépen, hogy ezekre válaszoltak. Elég sok érvet hallottunk, amire keressük a választ. Tehát nagyon fontos, hogy a lakhelyhez legközelebb álló népszámlálási pontot keressék fel, és biztos, hogy segítséget tudnak akkor kapni. A másik, a személyes javakra vonatkozó kérdések, nem értik sokan, miért releváns, de higgyék el, hogy ahogy mondtam, ma is volt egy ülés, hogy mekkora Hargita megyében a leaszfaltozott vagy aszfaltozatlan utaknak a hossza, vagy mennyi a háztartások, ahol van víz, csatorna, ezek mind korábbi, majd későbbi kormányzati döntéseknek fogják az alapját képezni. Kollégáim, ha meg tudnák írni, hogy mi lehet a baj, mert mikor szeretném becsatlakoztatni, hozzáadni, akkor eltűnik a funkció. Lássuk, még kérem, próbálják újra. Úgyhogy ez az egyik legfontosabb dolog, hogy a vagyoni így teszem, hogy jobban vagyok. Tehát a közműesítés, a szobáknak a nagysága, mind olyan döntések, amelyek későbbi kormányzati, stratégiai döntések előkészítésének lehetnek az alapjai. Különböző dokumentumok készülnek el, stratégiák, cselekvési tervek, pályázatok megírásánál ez egy alap. Na, úgy néz ki, Gábor, támasztására fogják használni. EU-s támogatások igénylésére lehet használni, majd földalapú, meg minden támogatásoknak egyik statisztikai alapja ezek. És a romániai többi támogatási igény tekintetében. Ezek mind a statisztikai hivatalhoz kerülnek be. Hajdú Gábor képviselő úr, máskülönben ügyvéd. Meg is fogom kérdezni, mert van néhány olyan, ha sikerül csatlakoztatni, van néhány olyan kérdés, ami felmerült, amire bízom, hogy az ő szakértelme tudása még inkább megnyugtatólag tud hatni, és például az, hogy az ön lakásában milyen a fűtésnek a típusa, igen, nagyon fontos, mert pont most, amikor zöld átállás van, az energiaválság, akkor nagyon fontos, hogy majd olyan döntések szülessenek, amivel még fűthetőkké válnak a lakásaink, sok olyan témakörben sikerül meghozni a döntést, ami segíthet a különböző támogatásoknak a biztosításában. A lakás kanalizálás tekintetében, mondom, a pályázatoknál nagyon fontos. Valami nem jött össze, Gábor, még kérlek, még egyszer megpróbálom. Még kérem jelentkezni. Tehát ezért mondom, a statisztika, azok, a szobanagyság, ez mind fontos. Nagyon fontos, és ezt, ha be tudok csatlakozni, Gábor elmondja, sem büntetőjogilag, sem adózásilag, semmilyen szempontból nem fog az számítani, mert ezek sima számok lesznek, név nélküli számok. Tehát az lesz, hogy Karcfalván hány embernek van fürdőszobája, és csókolom. Nem az lesz, hogy akinek van fürdőszobája, az bevallotta, vagy nem vallotta be, hogyha vendéget fogad, vagy hárman fizetnek, vagy négyen közköltséget egy tömbházban. Tehát nem igaz az sem, hogyha nincs bérlő, tehát hogyha nincs bérlési szerződés, akkor nem szabad bevallani. Nem. Adóhatóság nem jön, ez nem szolgál egyéni témakörként. Ha többen laknak, mindamennyi be van jelentve közköltségre, ott sem számít. Nem számít, hogyha van üres szoba, nem hoznak senkit Ukrajnából. Nagyon fontos az a lakásnak a felszereltsége.
az további pályázatoknál jelenthet lehetőséget, illetve adatot, és sem ingatlan, sem személy adó, úgyhogy ilyen szempontból, és még egy szám, 5,6 millióan sikerült kitöltsék eddig Romániában, Hargita megye negyedik, közben Hajdú Gábor megjött, és én is próbálok menni a kapu felé. Gábor, légy szíves, te, mint parlamenti képviselő, ügyvéd, mondd el, hogy ha valaki kitölti a kérdévet bármilyen felelősségre vonásnak lehet-e tanulja, vagy te hogy látod ezt az egész kérdéskört? Mert sokan félnek, aggódnak, hogy ukránokat hoznak, hogy akkor a közköltségnél baj lesz, hogy akkor nem tudom, elviszik a mosógépet. Hogy látod ezt? Légy szíves, mondd el. Szervusz Csaba, jó utat kívánok, látom, hogy már a repülőjáratára indult. Nos, én is kitöltöttem nem olyan rég a kérdőívemet, és megadtam legjobb tudásom szerint az ott levő kérdésekre a választ. Persze a lakásfelületre egy kicsit meg kellett satszoljam, hogy hány négyzetmétert írok be, de körülbelül jó volt. Én azt gondolom, hogy a célnak megfelelően, hiszen ez egy statisztikai adat, nem más. És itt rátérnék a kérdésedre, hogy lehet-e bármilyen felelősségre vonás tárgya? Nem. Miért is vonnák felelősségre az embert? Hiszen arról van szó, hogy adatokat gyűjtenek arról, hogy milyen közművesítés van az illető ingatlannál, milyen állapotban van, mekkora, és a többi. Ez én azt gondolom, hogy még hasznos is lehet az elkövetkezőkben, látván az energia árak által, emelkedése által generált válságot. Hiszen az ország először megpróbálta elindítani a tömbházak szigetelését. Utána a Zöldház program keretén belül lehetőséget biztosítottak sokaknak, hogy napelemes kollektoros rendszereket szereljenek fel. És ez a tendencia folytatódni fog, egyre több forrás lesz majd arra számva, hogy a lakóépületeinket megfelelő módon tudjuk szigetelni, megfelelő módon tudjuk az energiahatékonyság mentén működtetni. Erről van szó, és nem többről. Felelősségvonás tárgya nem lehet, hiszen az itt mondhatni bizalmasan bevallott adatok, azok nem képezhetik kivizsgálás tárgyát, nem képezhetik bármilyen elszámoltatás tárgyát. És ezért nyugodt szívvel, mint ahogy mi is, barátaink is, ismerőseink is, és olyannyira sokan, tehát jól láttam az utolsó számokat, mint egy 350 ezer magyar töltötte ki, 300-350 ezer ez a nagyságrend, a kérdőíveket oly sokan megadták, ebből nem lehet probléma. Ellenben, ami kérdés lehet az elkövetkezőkben, az az, hogy megfelelő arányban leszünk-e megszámolva mi, mint magyarok, megfelelő arányban leszünk-e megszámolva és nyilvántartva felekezetünk és vallásunk szerint. És sokat beszélünk... Még Gábor, azt mondd el, légy szíves, hogy a bukaresti érdekérvényesítésben, hogyha bemenjünk 1 millió alá, az mit jelent? Na, tehát ezt akartam megkérdezni, hogyha este tudsz, gyere vissza. Tehát hallhatták az előbb Hajdú Gábortól, hogy igen, nem jelent semmilyen hátrány, nem jelent semmilyen gondot, nincs semmilyen számonkérés. Még van néhány nap, tehát május 15-en nagyon közel van. Itt alul beteszünk több információt arra vonatkozólag, hogy hol vannak az önkitöltési pontok. Mindenhol segítenek. Segítenek az egyházaink, segítenek az intézményeink. Itt alul betesszük, hogy a megye is könyvtártól kezdve egy sor helyen ott vagyunk, és különböző intézményekben a kitöltéshez segítséget nyújtsák az emberek. Minden településen megvannak ezek a pontok.
aki külföldön van, külföldön dolgozik, mozog tartósan, azokat is kérnénk, hogy tegyék meg ezt a 10 perces munkát, hogy lehessen őket is megszámolni. Közben Gábor még tényleg próbál jelentkezni, valami ezt kivágott, és itt alul még betesszük a további rémhírekre is, vagy vaklármákra vonatkozó negatív felvetéseket, és azokra a választ, amit mi láttunk az elmúlt napokban. Hargita megye jó teljesít. Jó teljesített a romániai parlamenti választáson, a magyarországi parlamenti választáson. Fontos, hogy most is jó teljesítsünk. Gábor, az volt a kérdésem, akkor szakadt meg, hogyha 1 millió ember alá megyünk, te hogy látod a bukaresti érdekérvényesítésben, ez mit jelenthet, hogyha számunk kevesebb lesz, mint 1 millió? Hát gyakorlati jelentősége lesz ennek, és nem csak gyakorlati jelentősége, hiszen az erdélyi magyarság millió fölötti létszámából adódóan egyfajta presztízsnek is örvend, mint egy nagy őshonos kisebbség. És a számoknak nagyon sokszor van jelentősége, ezért halljuk azt, amikor a valuta árfolyamokról, meg mi egymásról van szó, hogy van egy pszichológiai határ. Hát nem hiába emlegetik ezt a pszichológiai határt, ennek lényege és jelentősége van. 1977-ben az időtájt, amikor mi születtünk, 1.770.000 volt a romániai magyarságnak a lélekszáma, hát azóta fokozatosan csökkent. Most szeretnénk természetesen, hogy megmaradjon 1 millió fölött, és maradjunk meg, mint egy jelentős nemzeti kisebbség. Számoknak jelentősége van. Gyakorlati értelemben rengeteg helyen számítani fog ez. Számítani fog ez a nyelvi jogaink gyakorlásánál, mint ahogy tudják, sok helyen, főleg szórványban 20% határán egyensúlyoz a közösségünk. Ott vannak, elveszíthetik jogukat, megkérdőjelezhetik jogukat, számít ott, ahol a felekezetek számát nézik az egyházainknak nyújtott támogatáskor, hiszen igencsak fontos az, hogy történelmi egyházaink megkapják azokat az állami alapokat, amik lehetővé teszik a működésüket. Olyannyi történelmi és egyházi épületet, ingatlan kell karban tartsanak, hogy azt nem is lehet felsorolni. Rengeteg fontos kérdés van, ami a mi erdélyi létünkhöz kapcsolódik. Kulturális szempontból és mi egymás. Nagyon szépen köszönöm, Gábor. Itt lassan le kell tegyem, mert az ajtót bezárták. Itt arra kérünk mindenkit, hogy használjuk ki május 15-ig az önkitöltésnek a lehetőségét. Higgyék el, 300-400 háztartást a nyáron, amikor nincsen semmilyen restrikció, egymást fogják érni a különböző események, programok, nem lesz lehetősége annak a néhány kérdező biztosnak. Tehát azért, és az a baj, hogy akkor már nem lehet május 15 és július közepe között saját táblagép, saját telefon, saját számítógépen ezt megcsinálni, csak az a néhány ember, és csak a hivatalos állami eszközen keresztül. Tehát ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy május 15-ig még a hátralévő, hát most már kevesebb, mint 10 nap, vagy 10 napban, pontosan 10 napban éljünk ezzel a lehetőséggel. Alul beteszünk egy sor információt. Én nagyon szépen köszönöm Hajdú Gábor képviselőnek, és bízom benne, még máskor is tud néhány tartalmas információval itt a követőinknek szolgálni. És hát mindenkinek kívánok egy nyugodalmas jó éjszakát, és kérem, segítsük egymást, segítsük az időseket, segítsük a hozzátartozókat, biztassuk a komákat, a sógorokat, a rokonokat, mindenkit, munkatársakat, használják ki a lehetőséget, hogy egy nap szabad nap, aki kitölti, és minden jót kívánok mindenkinek. Ha nagyon csúnyán néz, hova repülsz most? Bukarestbe, jövök oda. Bukarestbe? Jó utat! Igen, igen. Na, minden jót, viszontlátásra. Kérem, osszák meg a... Na, hallottam. Oké, okay. Minden jót!